Három éves koromban kezdődött ez az egész, amikor az első számítógépemet megkaptam ilyen szimulátorral, és ott Need for Speed-eztem, meg játszottam egy csomó autós játékkal, ott már igazából szerelmes voltam az összes autóban, ami elgurult az utcán, meg minden, tehát hogy így imádom az autókat mai napig. És kicsi koromban eldöntöttem, hogy én egyszer autóversenyző szeretnék lenni. 11 éves koromban megtanultam vezetni autót, földutakon, zárt területeken, magánterületeken, és akkor úgy döntöttünk faterra, általános iskolás voltam, hogy veszünk egy autót, egy kis játszós autót, amin megtanulok egy-két ilyen extrém mozdulatot, például helyzeteket kezelni, hogyha megcsúszik az autó hátulja, stb. És akkor 2013-ban meg lett véve az első ilyen gyakorlós autó. Ott nem is tudtuk eldönteni, hogy igazából mit szeretnénk vele. Rally, rallycross, drift. Csak úgy volt. Ez egy E36-os BMW volt. Aztán mai napig megvan amúgy. Elkezdtem földutakon menni vele, szántóföldeken, eléggé dobta az egész autót, de hát belefért. És nagyon tetszett az, hogy a szalmabálák körül tudtam menni keresztbe, körbe, körbe, 8-asba, stb. És akkor úgy döntöttünk, hogy a drift mellett maradok. És akkor átalakítottuk ezt a kicsi autót egy kezdő drift autónak, ezt a BMW-t. És akkor ott a telephelyen, otthon Gyulán elkezdtem vele gyakorolgatni extrémebb dolgokat is. Gyakorolgattam, nyilván teltek az évek, és akkor úgy döntöttünk 2017-ben, hogy elindulok egy tököli versenyen, egy magyar bajnokságon, amatőr kategóriába. És ez volt életem első verseny, ahol harmadik helyezést értem el. Én úgy gondolom, hogy az tök jó volt. Kezdőként emlékszem pulcsiba, meg rolleres bukós isakba versenyeztem szinte, tehát hogy ilyen nagyon alap felszereltségem volt. És akkor ott eldöntöttük, hogy szeretnénk tovább versenyezni. Elindultunk több amatőr kategóriás versenyen még abban az évben. És utána pedig úgy döntöttünk, hogy szeretnénk tovább fejlődni, szintet lépni. Épült egy félprofi kategóriás kocsi. 2018-ban azzal mentem végig egy teljes szezont a félprofi kategóriába. És akkor ott sikeresen az első évemben el is értem a Pro 2-es, azaz a félprofi magyar bajnoki címet. És akkor ott pedig eldöntöttük, hogy akkor lépjünk fel Pro kategóriába. Ahhoz kell nyilván építeni egy olyan autót, meg is épült. Ez már egy E92-es BMW volt, amivel mai napig versenyzek, csak azóta átesett egy-két átalakításon. És akkor 2019-ben átléptem a Pro kategóriába, itt a magyar bajnokságba. Néha kimentünk külföldre is, kaptunk meghívást is. És akkor ott sikeresen zártam végül is az évet, mert első évem volt a Pro kategóriába, és harmadik helyezést értem el az éves összesítésben. Kétszer húzva pedig kapott a kocsi egy kompresszort, meg egy új dizájnt, és ugyanúgy a Pro kategóriába mentem, meg már itt többet mentem külföldön. Külföldön még azért úgy tapasztaltuk, hogy itt még tapasztalathiány van, de Magyarországon pedig sikeresen elértem a bajnoki címet, úgyhogy a 2020-as bajnokságot sikeresen megnyertem. És idén pedig a Drift Masters European Championship-be mentünk egész évben, egy teljes szezont mentem. Igazából ezt 2018-ban döntöttem el,
hogy én köztük szeretnék lenni. Amikor a világbajnokkal csináltam egy közös képet, ott döntöttem el, hogy na, én egyszer köztetek leszek. Instagramra is posztoltam egy ilyen képet, hogy mellette állok így, haverommal, és akkor egyszer köztetek leszek. Nos, ebbe az évbe sikeresen elértem, és hát nem a legjobban zártam, meg nem úgy, ahogy elvártam magamtól, de ezt az évet ezt úgy fogjuk fel, hogy ez egy tapasztalat volt az egész szezon. Tehát, hogy nagyon sokat tapasztaltunk, nagyon sok új pilótával találkoztam, nagyon sok új stílust megtanultam, meg láttam, és most sok átalakításon, apróbb sok és kicsi átalakításon ment az autó. Versenyeztünk kettőt Magyarországon, kettőt Ausztriába, kettőt Lettországba, és Magyarországgal kezdtem. Az év első versenye az Magyarországon volt, Máriapócson, ott a második helyezést értem el, utána kimentünk a Drift Masters első két fordulójára Ausztriába. Ott bekvalifikáltam, meg a top 32-be kiestem, nyilván tapasztalat hiány miatt. Aztán mentünk Lettországba. Ott még kevesebb tapasztalatom volt, mert Ausztriában már voltam azon a pályán, viszont Rigában egyáltalán nem, tehát még nézőként sem voltam. És aztán Magyarországra visszajöttünk, a Trackwoodra, az év legnagyobb versenyére, ami egy nemzetközi verseny igazából, ahol sikeresen elértem úgy az első helyezést. Nyilván azok a kis apró átalakítások is, amit a Drift Mastersben tapasztaltunk meg, hogy hogyan kell a kocsi egyes részeit módosítani, azok nagyon sokat segítettek, és én úgy gondolom, hogy meg is lett az eredménye. Sikeresen megvédtem a Trackwood bajnoki címet, ugyanis tavaly is megnyertem ezt a versenyt, és idén is, és még nem volt magyar pilóta, aki ezt megvédte volna, úgyhogy szeretném, hogyha a jövőre is megnyerném, és akkor háromszor védtem volna már meg. Az jó lenne, az nagy vágyam. Jövőre pedig a cél igazából az, hogy a Drift Masters-en megyek továbbra is. Valószínűleg 6 fordulós lesz, beszélgettem a szervezőkkel. Elég messzi lesz az összes verseny, tehát nagyon messze lesznek az összes. Viszont megújult erővel és több tapasztalattal fogok rajdválni, úgyhogy nagyon várom. Pesten jelenleg az egyetemen tanulok, a Metropolitan Egyetemen angol nyelvű kommunikáció és médiát. Emellett sokat edzek, és most csak tanulok. Úgyhogy most ennek van itt az ideje, most off-season van, jövő nyáron újra beindul a szezon, addig meg tanulás van, meg meló, hétvégenként. Okay. És ugye nagyon szívesen tész össze mindig. Persze. Tehát Gyula az egy örök kedvenc. Én amint itt végzek Pesten, vissza fogok költözni, és szeretném tovább építeni azt a várost, mert az a szülővárosom, és imádom.